Sziasztok, Zsuzsi vagyok. Ez a csatorna segíteni fog neked megteremteni minden vágyadat, hogy minden nap lelkesen vágj bele az előtted álló napba. Ha tetszik a tartalom, kérlek iratkozz fel a csatornára, így a YouTube algoritmusa több embernek mutatja meg ezt a videót, és így több embernek tudok segíteni. Ha szeretnél személyes konzultációra jelentkezni, vagy adományoddal hozzájárulni a csatorna fejlődéséhez, a videó alatti linken megteheted. A mai videó témája a szabad akarat. Többször hallottátok tőlem, hogy a klasszikus értelemben vett szabad akarat az én véleményem és tudásom szerint nem létezik. Többször akkor hozzátok fel ezt, amikor szóba kerül, hogy be lehet-e vonzani egy specifikus személyt, és ha igen, mennyire etikus ez? Vagy jogunk van-e mások szabad akaratával játszani? Vagy hogy nem fekete mágia ez? Kezdjük az utolsóval. Minden, amit én ezen a csatornán tanítok, az tudományos alapokon nyugszik. Ergo, alapból semmi köze a mágiához. Csak és kizárólag olyat tanítok, amire van tudományos bizonyítékom, ezért nem téma például a karma, a mágia, az angyalok, lélekvándorlás és még sok más ezen a csatornán, mert bár van, amiben hiszek, de a saját hitemre nem fogok egy videót sem alapozni, tehát ezekre nincsen tudományos magyarázatom vagy bizonyítékom. Ez nem jelenti, hogy nincs, csak az, hogy nekem nincs erről információm. Na, de mire alapozva mondom akkor azt, hogy nincsen szabad akarat? Természetesen a kvantumfizikára alapozva. A kvantumfizika bebizonyította most már elég régen, hogy minden a világon kapcsolatban áll egymással. Amit minden vallás is tanít, a buddhizmus is, a katolikus vallás is, hogy egyek vagyunk, ma már ezt a tudomány is elismeri. Mindannyian ugyanabból az energiából épülünk fel, és bár szilárdnak érzékeljük a testünket és a körülöttünk lévő világot, attól még valójában a testünknek és a tárgyaknak nincs fizikai határa, hanem kvázi energiafelhők vagyunk. Így, mivel nincs köztünk határ, kapcsolatban állunk egymással. A testünket alkotó energia kapcsolatban áll a minket körülvevő energiával, és mivel ez az energia rezeg, így hatást gyakorolunk a környezetünkre, és a környezetünk is ránk. A kvantumfizika álláspontja ezen kívül az, hogy minden információ megvan minden részecskében. Tehát, ami információ megvan bennem, az megvan benned is, vagy a személyben, akit szeretnék magam mellett tudni. Tehát, ha bennem az az információ van, hogy szükségem van arra az illetőre, birtokolni akarom, mert nélküle boldogtalan vagyok, akkor az ő energetikájában ugyanez az információ van jelen rólam. Viszont, ha az van bennem, hogy boldog vagyok egyedül, de boldoggá tenném szívesen, és szeretném ezt az embert, akkor ő benne is ez az információ lesz rólam. És tudat alatt ennek megfelelően, ezek alapján az információk alapján fog reagálni, viselkedni velem. Azt gondolni, hogy a szabad akaratunk van, és minden döntésünk magunktól származik, ez téves. Minden ezen a világon befolyásolja a viselkedésünket, a döntéseinket, a gondolkodásunkat, az érzéseinket. Azt, hogy milyen terméket vásárolsz, befolyásolja az adott cég marketingje és a vele kapcsolatos tapasztalatod. Azt, hogy milyen állásra jelentkezel, befolyásolta, hogy milyen végzettséged van, hogy közel van-e az otthonodhoz, hogy mit gondolnak róla a barátaid. Azt, hogy milyen autót veszel, befolyásolta a márka marketingje és a környezeted véleménye. Azt, hogy milyen férfiakkal vagy nőkkel randizol, befolyásolta a múltbeli tapasztalatod. Azt, hogy akarsz a gyereket, befolyásolja a saját tapasztalatod, a külvilág véleménye vagy az életed minősége. Azt, hogy hova mész nyaralni, befolyásolja a szükségleteid, tehát hogy mit szeretnél tengerparton napozni, vagy várost nézni, és az adott ország marketingje. Azt, hogy melyik csapatnak szurkolsz, befolyásolja, hogy milyen mintát hozol gyerekkorodból, tehát például, ha valaki egész életében a szülei és nagyszülei is fradisták voltak, akkor nagy valószínűséggel ő is az lesz. Vagy, hogy melyik csapat teremtett olyan pozitív élményt számodra, amit újra próbálsz idézni egy-egy meccsen. Tehát, ha mondjuk a szerelmeddel elmentetek randizni egy sporteseményre, és az egy olyan élmény volt neked, hogy az fantasztikus volt, és ezt újra és újra szeretnéd átélni, akkor elkezdesz adott esetben annak a csapatnak szurkolni. Az, hogy hogyan reagálsz, ha valaki elhív randira, szintén befolyásolja, hogy milyen érzést vált ki belőled az illető, vagy hogy akarsz-e kapcsolatot, vagy hogy kapcsolatban vagy-e most éppen, vagy hogy mennyi pénze van az illetőnek, ápolta az illető, milyen az öltözködése, és természetesen ezeket is, hogy neked számít-e, hogy mondjuk mennyi pénze van az illetőnek, befolyásolja a te környezetet. Tehát, hogy mit gondolnak a te barátaid erről. Tehát, hogy minden ez
ezek közül, a döntések közül, és még ugye sorolhatnánk, tehát semmi sem a te szabad akaratodból ered. Mindent befolyásol a külvilág. A barátaink, a családunk, a exeink, a világon ugye a világ cégek milliárdokat költenek marketingre, mert tudják ezt, és ki is használják. A randi appok szintén, tehát az, hogy milyen férfiakat mutat neked, vagy hogy hány embernek mutat meg téged, amikor regisztrálsz egy ilyen appra mondjuk, tehát azért, hogy meglegyen a sikerélményed, tehát pozitív élmény legyen neked ez az egész app, akkor ugye te szívesebben használod újra és újra, mint hogyha regisztrálsz rá, ugye akkor az algoritmusa mondjuk nem mutatná meg sokkal több embernek az új embereket, mint a többi embert, ugye, tehát akkor lehet, hogy nem lenne sikerélményed, mert kevesebb ember látná az új adatlapodat, és ugye nem, tehát nem lájkolnák annyian, mint ahogy direkt ezek az appok fel vannak építve, hogy amikor egy új ember regisztrál rájuk, akkor ugye sokkal több embernek mutassa meg azt az új profilt, hogy pozitív élmény legyen neked ez az új app. Tehát, hogy ez a lényeg, hogy minden, ami pozitív érzést vált ki az emberekből, azt fogják az emberek választani. Bármilyen rövid ideig is tartson ez az érzés. Tehát például, ha ugye vásárolunk egy új telefont, akkor az egy kis ideig ugye örömet okoz, ezért vesszük meg, vagy bármi mást, akik ruhákat vásárolnak, vagy cipőt folyamatosan, az mind-mind arra megy ki, hogy ugye egy kis ideig pozitív érzést vált ki az emberből. Nem számít, hogy utána elmúlik, akkor is azt fogjuk választani, vagy azt fogjuk vásárolni. Tehát, ha te egy szemétbe akarsz vonzani, nem teszel más, mint pozitív vagy negatív információt küldesz felé energetikailag rólatok, vagy rólad. És ezt ő olvasni fogja szintén energetikailag tudat alatt, és az alapján reagál rád. És ehhez nem kell kapcsolatban lennetek, nem kell találkoznotok sem, mert ha elég erős ez az érzés, akkor a kvantummező úgy fogja intézni, hogy összehozzon titeket. Minden, ami benned van energetikailag, tükröződni fog egy idő után az életedben, és ez az emberi kapcsolatokra is ugyanígy igaz. Pont ahogyan egy romantikus viszonyban befolyásoljuk a másik ember döntését energetikailag, ugyanúgy tesztük ezt munkakapcsolatban, barátságban, családban. Semmi különbség nincs a módszerben, csak az, hogy más szintű a kapcsolat. Ennek ellenére érdekes módon csak azt szokták kifogásolni az emberek, ha egy romantikus kapcsolatot akarunk bevonzani. Azt senki nem szokta kifogásolni, ha egy bizonyos személyt barátomnak szeretnék bevonzani, vagy egy munkakapcsolatban szeretnék valakit bevonzani. Ez egyébként szerintem nagyon érdekes, hogy miért pont a romantikus kapcsolatba kötnek bele ugye a legtöbben. Na mindegy. Tehát ebből következik, hogy minket ugyanúgy befolyásol más emberek energetikája. Ha beleszeretsz, vagy kiábrándulsz valakiből, ha tönkre megy egy barátság, ha kialakul egy barátság, az mind az energia szintjén történik. Egymás elektromágneses mezőjén keresztül információ cserélődik, aminek eredménye kivált belőled bizonyos dolgokat, meg ugye a másik illetőből is. Érthető ez így? Még a felsőbb énünk utasítását és a külvilág hatására hajtjuk végre, vagy utasítjuk el általában. Tehát vannak ötleteink, vágyaink, amik ugye a felsőbb énünktől jönnek, mint például nekem ez a YouTube csatorna egy ilyen dolog volt, és még erről is az ember a külvilág hatására fog dönteni. Tehát, hogy mit gondolnak majd rólam az emberek? Úgyse sikerülne, hülye vagyok ehhez, és hasonlók, amikkel leszoktuk magunkat beszélni arról, hogy belevágjunk valamibe, amit a felső bénünk üzen nekünk. Nem így van? Úgyhogy ezek tükrében remélem, hogy sikerült egy kicsit érthetőbbé tenni ezt a témát nektek, hogy lássátok, hogy mind kapcsolatban állunk egymással, és ha nem tudsz erről az egész manifestáció témáról, ez akkor is így lenne, és ez így van jól. Akkor is megpróbálnád megszerezni azt az illetőt, akiben szerelmes vagy, akkor is megpróbálnád azt a munkahelyet megteremteni magadnak, és befolyásolni az állásinterjún az embereket, hogy téged válasszanak. Tehát mindig mindenkit befolyásolunk, és az nem egy rossz dolog, ez ahogy működik az emberiség. Oké? Ennyi volt mára, köszönöm a figyelmeteket, és hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!